Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit a nagybőjt negyedik napján, szombat van, hanvazó szerda után. Hallgassuk meg a mai nap evangéliumát Szent Lukács könyvéből, az 5. fejezetből, a 27. verstől egészen a 32. versig. Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt, kövess engem. A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz. Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal, meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok? Jézus felelt meg nekik: nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek. Kedves testvérek, a mai evangélium Lévi meghívását mutatja be. Az evangéliumokból tudjuk, hogy Lévinek egy másik neve is volt, hiszen Máténak is hívták, és a személyében így az egyik apostolt, és az első evangélium íróját, Mátét ismerjük föl. Jézus tanítványokat hívott. Ezekkel a szavakkal: kövessetek engem. Tanítványnak lenni pedig azt jelentette, hogy valaki kész volt arra, hogy mély kapcsolatba kerüljön Jézus Krisztussal, próbáljon úgy élni, ahogy azt tőle tanulta, és szerepet vállaljon a misszióba, vagyis segítsen abban, hogy mások is megtalálják Jézust. Kedves testvérek, az evangéliumokat olvasva egyértelmű, hogy Jézusnak mély vágya volt az, hogy minden ember az ő tanítványa legyen. Hiszen Máté evangélium a végén olvassuk, hogy Jézus mennybe menetele előtt, mint egy utolsó parancsként ez bízza tanítványaira: menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet. Kedves testvérek, a keresztségben már meghívást kaptunk arra, hogy Jézus tanítványai legyünk. De igazából mit jelent Jézus tanítványának lenni? Hiszen lehet az, hogy meg vagyunk keresztelve, lehet, hogy egy vallásos életet élünk, de még az nem biztos, hogy igazán megértettük, mit jelent tanítványnak is lenni. Engedjék meg, kedves testvérek, hogy néhány pontban erre a kérdésre keressem a választ. Mit jelent tanítványnak lenni, s mit tegyünk azért, hogy minél inkább tanítványok legyünk. Elsősorban a tanítvány az, akihez eljutott Jézus örömhíre, Jézus ige hirdetésének a magva, a legfontosabb üzenet, ez pedig az, hogy Isten szereti az embert, Isten megváltotta az embert, és Isten meghívja az embert arra, hogy vele nap mint nap személyes kapcsolatban legyen. Lehetséges az, hogy valaki vallásos életet él, de az evangéliumnak a lényegét talán még nem értette meg. Talán olyan ez, mint a családban, amikor mindig csak arról beszélnek a gyermeknek, hogy nálunk ez a szabály, mi így élünk, mi innen vagy onnan származunk, de a gyereknek talán nem mondják el azt, hogy szeretünk, fontos vagy nekünk, az életünket odaadnánk értük, érted? Fontos ezért, hogy ismerjük hitünk értékrendszerét, de még ez nem minden. A lényeget kell ismerjük, és ez a lényeg el kell jusson a szívünkig, hogy tanítványok legyünk. Szeret bennünket az Isten. Másodszorban a tanítvány képes a növekedésre. Jézus követni annyit jelent, hogy nap mint nap
megtanulom azt, hogy mit jelent téged követni, hiszen nap mint nap új élethelyzetek előtt állunk, és akkor fel kell tegyük a kérdést, Jézus ebben a helyzetben mit tenne? Tanítványnak lenni annyit jelent, hogy állandóan keressük azt, vajon Jézus ebben a helyzetben mit kér tőlem? A tanítvány szóban benne van az is, hogy a tanítvány nap mint nap tanulni akar. Minél jobban el akar mélyülni a Jóisten ismeretében és az ő akaratának a keresésében. Sokszor előfordul még vallásos embereknél is, hogy úgy megkövesednek az ő vallásos életükben. Már nem nyitottak az új felé, és talán ők sem viszik észre, és nem rossz szándékból, hogy már bezárták a szívüket a Jóisten előtt. Az ő akaratának a kutatása előtt megvannak úgy a vallásos gyakorlataikban, de már nem akarnak növekedni, és nem akarnak fejlődni. Harmadsorban a tanítvány jellemvonása az, hogy szolgál. Elkezd önzetlenül szolgálni. Vagyis nem csak egy fogyasztói keresztény, és nem csak azért jár egy keresztény közösségben, mert ott jó dolgokat hall, ott lelkileg megnyugszik, ott jól érzi magát, hanem azért, hogy szolgáljon önzetlenül, másoknak tegye a jót. Kedves testvérek, a szolgálatnak egyik látható jele a keresztény tanítvány életében a kedvesség, hogy mennyire tud szeretetteljes lenni a mindennapokban másokkal. És végezetül, de nem utolsó sorban, a tanítványságnak egyik másik lényeges jele a misszió. A tanítvány igyekszik abban, hogy másokat is tanítvánnyá tegyen. És ez a misszió soha nem öncélú. Nem azért szeretnénk Jézus nevében misszionáriusok lenni, hogy mi feltétlenül többek legyünk. Persze jó, ha többen vagyunk. Nem magunk miatt misszionálunk, hanem a másik ember miatt. Hogy az ő élete Isten által szebb és értelmesebb legyen. Hogy az ő élete megváltozzon. Kedves testvérek, Ferenc pápánk figyelmeztet arra, hogy az a keresztény közösség, amely nem misszionál, amely csupán önmaga körül forog, amely úgy megvan a saját körében, az idővel megbetegszik. Ki kell lépnünk zárt köreinkből, és a nagyvilágba bátran el kell vigyük Jézus evangéliumát. Ezáltal válunk tanítvánnyá, mint Lévi. Eljutott szívünkig Isten szeretetének örömhíre, akarunk növekedni, akarunk szolgálni, és készek vagyunk a misszióra. A mai feladat, mai nap feladataként azt javaslom, hogy legyek figyelmes azokra lehetőségekre, amikor mások előtt Jézusról tehetek tanúságot, talán szavak által, kérdésekre válaszolva, vagy az élet példa által, amikor Jézus nevében önzetlenül másokat akarok szolgálni. Használjam ki a mai nap missziós lehetőségeit. Áldott nagybőti napot kívánok. Amen.